Telefonok, márkanevek, logók és mindenféle emberkék, ezeket szereti a 8 éves Matyi nézegetni a füzetében. A 8 éves autista kisfiú imád iskolába járni, de írni és rajzolni még nem mer magától. Inkább másokat kér meg, hogy rajzoljanak a füzeteibe. Hova? A másik hullám. Ide? Igen. Ő a betűket, szintén autista bátyja, a számokat szereti jobban. Mit szerettél eddig a legjobban? Geometria. Aha, akkor szeretsz rajzolni is? Igen. Édesanyjuk és nagymamájuk igyekszik nekik mindent megadni. Ez azonban szinte lehetetlen, ugyanis négyen élnek 130 ezer forintból ebben a kis soroksári házban. Mellettük nem nagyon tudunk így elmenni dolgozni, hát rendesen, folyamatosan. Az iskola kezdésre fejenként 30 ezer forintot kellene félretenniük, de ez szinte lehetetlen. Ruházatból valamiből mindig, tehát hogy le kellene venni, hogy akkor ezt odapótoljuk igazából. A hozzájuk hasonló rászoruló családokon próbál meg segíteni évről évre az ökumenikus segélyszervezet. Adataik szerint ugyanis a magyar családok felének komoly anyagi problémát, 5%-uknak pedig vállalhatatlan terhet jelent a tanszerek megvásárlása. Van, akinek hitelt kell felvenni. A célkitűzésünk változatlan, szeretnénk 40 ezer hívást a 1353-as adományvonalra, hogy a beérkező pénzből 1000 rászoruló gyereknek tudjuk megtölteni az iskolatáskáját. A megajándékozott gyerekek személyes igényeit is figyelembe veszik. Gyurta Dániel úszó olimpiai bajnok is a gyerekeknek gyűjt. Szerinte ez azért is fontos, mert így az iskolások boldogabban tanulnak. A tanulással pedig nagyobb kitörési lehetőségük lesz az életben. Itt a lehetőség legyen arra, hogy ők egy icipicit ezen tudjanak változtatni, és jobb körülmények között tudják majd esetleg a saját gyerekeket felnevelni. Ez mindenféleképpen, azt gondolom, a tanulás egy nagyon-nagyon fontos lehetőség, azon nekik az egyetlen lehetőség, és ehhez próbáljuk összegyűjteni azt a 40 ezer hívást. Az adománygyűjtés ma indult, és tanévkezdésig tart. Az adományvonal hívásával bárki hozzájárulhat 250 forinttal egy kisdiák új tanszereihez.